Hát ez úgy van, hogy a lemezeknél rögtön 2000-ben készült a Csimpilimpi, ez rögtön az első lemeztől zenekar van, csak nem csinálunk lemezbemutató koncertet, hanem én utána a lemez után én negyedül járom az országot, ugyanúgy mint a Zorán, ahogy megcsinálja a lemezt. És most azt találtuk ki, hogy ez érdekes lehet a gyerekeknek, hogyha egy olyan lemezbemutató koncertet csinálunk, ahol eljátsszuk a 8. tananyagot, a József Attila, Radnóti Adi és Nagy László verseit, és közben megmutatjuk, hogy hogyan működnek a mai modern hangszerek, mert nagyon sok gyerek sajnos nem tudja. És akkor ez egy ilyen hangszerbemutató és lemezbemutató koncert egyben. Szóval szépen,